Nemzeti összetartozás napja. Az elcsatolt országrészekről Nyíregyházán a Hősök terén emlékeztek meg. Helyben termelve, helyben eladva, átadták Tiszaeszlár új termelői piacát, 100 millió forintos támogatást kapott rá az önkormányzat. Összekötő út, aszfaltburkolatot kapott az Érpatak és Zsindelyes tanyag közötti 2,2 kilométeres külterületi útszakasz. Június 4-e van a Nemzeti Összetartozás napja. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. 1920-ban ezen a napon írták alá a trianoni békeszerződést, ami meghatározta térségünk országainak új határait. Ennek következtében a történelmi Magyarország területe kétharmadával csökkent, és a lakosságnak több mint fele határain túlra került. Az évfordulóról kedden délelőtt Nyíregyházán emlékezett meg a vármegyeszékhely önkormányzata, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei önkormányzat és a kormányhivatal. Az első világháborúra emlékező dallamokkal fogadta Nagy Csaba Liszt-díjas tárogató művész a Hősök terén a közönséget. A Nemzeti Összetartozás fájánál tartott megemlékezésen ünnepi beszédében Román István főispán azt mondta, kétféle határ létezik, egy fizikai és egy lelki ország határ, és ezt a Szabolcs-Szatmár-Beregiek pontosan tudják, mivel a szomszédos határokat átlépve mindenhol magyarok élnek. Tisztelt emlékezők! Nekünk kétféle országhatárunk van. Az egyik, ahol igazolványt, útlevelet mutatunk az átlépéshez, és az a másik, ahol ez nem szükséges. Annyi mindent kéne még elmondanom, ha nem teszem, talán már nem is lesz rá. A rendezvényen közreműködött Sasvári Sándor Jászai Mari díjas színművész, valamint a Mandala Dalszínház három tagja. Beszédet mondott Kovács Ferenc Nyíregyháza polgármestere és Sesták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei közgyűlés elnöke. Nem kicsik vagyunk, hanem nagyok, lélekben nagyok, alkotásban nagyok, minden másban is nagyok, nagy a magyar nemzet. A Nemzeti Összetartozás napján immár több mint 10 éve erre emlékezünk. Erre a nem az egykori, hanem a mai nagyságunkra. Több mint 10 éve itt ezen a téren közösen emlékezünk a városi önkormányzattal, a kormányhivatallal erre a napra. Arra a napra, amely több mint 10 éve már nem a csonkaságra, nem csak a csonkaságra, hanem az összetartozásra, nem a fájdalomra, hanem a feladatokra emlékeztet bennünket. Sesták Oszkár úgy fogalmazott, a vármegye jó kapcsolatot ápol a szomszédos régiók önkormányzataival is. Minden lehetőségünket felhasználva igyekszünk a kapcsolatokat ápolni, fejleszteni. Erre Európai Uniós programok is lehetőséget adnak. Ez az eszköz is jó arra, hogy ezt a kapcsolatot erősítsük közös programokkal, illetve hát önálló kezdeményezésekkel. Örökbe fogadtuk, ha lehet ezt mondani, Beszercen a Szód megyét, a mai Romániában. Ott egy magyar szórvány van, 10 000 ember él ott, és velük különösképpen foglalkozunk. Ellátogattunk az ünnepségeikre, illetve kölcsönösen részt veszünk egymás ünnepségein, illetve segítjük a magyar napokat ott anyagilag is. Ez mindennapi feladatot jelent, azt gondolom, valamennyiünk számára, közigazgatási egységek számára, önkormányzatoknak, magánembereknek. Az eseményen a történelmi egyházak képviselői közösen fohászkodtak a nemzet megmaradásáért. A református egyház részéről Gál Sándor esperes mondott imát. Tarts távol tőlünk olyan veszedelmeket, amelyeket mi nem tudunk elhárítani. Könyörülj Európán, és tarts meg benne bennünket, tisztítsd meg küldetésünket, segíts abban, hogy a magatartásunk magyar legyen. A díszőrséget a második Vitéz Vattai Antal területvédelmi ezred honvédjei állták. A Nemzeti Összetartozás emlékművénél koszorút helyeztek el, Sesták Oszkár a vármegyei közgyűlés elnöke, Kovács Ferenc Nyíregyháza polgármestere, valamint Román István főispán. Ezt követően a város országgyűlési képviselői Szabó Tünde és Vinnai Győző helyezték el az emlékezés virágait.
A helyi termelői piacok erősítik a helyi gazdákat, emellett komoly közösségerősítő és gazdaságfejlesztő hatásuk van. Többek között ezek hangoztak el Tisza Eszlár új fedett vásárterének átadó ünnepségén. A település önkormányzata a vidékfejlesztési programban elnyert 100 millió forintos támogatásból valósította meg a beruházást. A Guba Tánc együttes táncával autentikus avatást kapott Tisza Eszlár új termelői piaca. A helyi önkormányzat harmadik benyújtott pályázatát bírálták el sikeresen a fejlesztésre. Ennek köszönhetően épülhetett meg 100 millió forintos támogatással a település új fedett vásártere. Az átadó ünnepségen azokat a helyi és környékbeli specialitásokat tették pultra a termelők, amelyek rendszeres termékei lehetnek a jövőben a községi piacnak. Vajda László polgármester beszédében elmondta, Tisza Eszlár nem egy ipari jellegű település, a helyben megtermelt élelmiszert pedig minden szinten igyekeznek hasznosítani. Muszáj, hogy az agráriummal foglalkozzunk egy kicsit többet, és ebből szeretnénk kihozni a lehető legjobbat, ezért is próbálkoztunk, ez a piac harmadik nekifutásra sikerült, csak ezt harmadszorra vittük át a lecet, de nem hagytunk neki békét 2019 óta, úgyhogy hál' Istennek megépült, és bízunk benne, hogy valóban egy szép közösségi tér lesz, és itt az emberek adják, veszik majd a felesleget. Az önkormányzatunknak is van közmunkaprogramja, nagyon sokat termelünk, nálunk is keletkeznek feleslegek, amit a községi konyha nem tud feldolgozni a napi főzés során. Eddig a készleteknek nagy részét, a felesleget kiosztottuk, eladtuk, barteroztunk, cseréltünk, hát most megpróbáljuk majd itt helyben is valamennyit értékesíteni. Vinai Győző országgyűlési képviselő Tisza Eszlár elmúlt évekbeli fejlődését emelte ki. A településen ugyanis többek között belterületi út, konyha és a polgármesteri hivatal is megújult. A politikus elmondta, ehhez illeszkedik a piac is, aminek igazi közösségformáló ereje van. Itt lehet beszélgetni, itt meg lehet beszélni az élet nagy és kis dolgait, és valójában a magyar termékeknek csinál reklámot, ha mondhatom ezt, egy ilyen termelői piac. Tisza Eszlár nagyon jó pályázott, vidékfejlesztési pályázatból a maximális 100 millió forintot nyerte el, és kitűnően sikerült ez a termelői piac. Nem beszélve arról, hogy Tisza Eszlár környékén a földeket megművelik, nagyon szorgalmas gazdák vannak, nagyon jó kocsistanya van, Mangalica telep, és ez azt mutatja, hogy Tisza Eszlár és a vidék élni akar, jó itt élni, és ez erősíti a mi identitásunkat, ide kötődésünket a szülőföldhöz. A termelői piacon felvonultatott kézműves termékeket Nagy István agrárminiszter is érdeklődéssel nézegette és kóstolgatta. A tárca vezető az eseményen elmondta, az elmúlt években összesen 158 termelői piacot építettek vagy korszerűsítettek, több mint 13 milliárd forint értékben. Hozzátette, Tisza Eszláron is komoly gazdaságfejlesztési hatása érvényesülhet az új piacnak. Nem kell egy-két év, hogy elteljen, és elkezdenek mellette fölépülni vállalkozások, szolgáltatások. Mert rá fognak jönni az emberek arra, hogy itt sokan járnak. Ide érdemes fejleszteni, itt van üzleti lehetőség. Mindenütt, ahol termelő piacot adtunk át, mindenütt ez lett a következménye. Gazdaságfejlesztés, közösségépítés, megmaradás erősítés. Az a szlogen, amit polgármester úrék, az önkormányzat kitűzött maga elé, ez itt a valóságban így ver gyökeret. Hogy úgy érzik, nem kell innen messze menni, nem kell innen elköltözni, hanem Tisza Eszlárjaként kell élni. És hogy az nem kompromisszum, hanem minőség. Mi minden nap az Agrárminisztériumban és a kormányban azért dolgozunk, hogy a vidéki élet egy olyan életmód lehessen, amely minőséget jelent. Tisza Eszlár önkormányzata a vidékfejlesztési program pályázatán nyert támogatást egy fedett, de ugyanakkor kinti vásártér és egy zárt piaci környezet kialakítására.
Lezárult a nagy okoszebra szavazás, Máté Szalkán alakítanak át hagyományos gyalogátkelőt okoszebrává. A Generália Biztonságért Alapítvány évek óta népszerűsíti okoszebra programját. Idén egy szavazás keretei között a hazai lakosság arról dönthetett, melyik városban alakítsanak okossá olyan gyalogátkelő helyet, ami iskola közelében található. A verseny a napokban lezárult, mostanra pedig az is kiderült, a győztes Máté Szalka lett. A városban így a Kálvin János Református Általános Iskola közelében található Szalkai László utca Nagykárolyi út kereszteződésénél lévő gyalogátkelő válik biztonságosabbá a szeptemberi iskola kezdés előtt. Hivatalosan is átadták az Érpatak és Zsindelyes tanya között épült külterületi utat. A 2,2 kilométeres szakasz kivitelezésére a vidékfejlesztési programból 260 millió forintos támogatást kapott az önkormányzat. Az eseményen elhangzott, a vidékfejlesztési pályázatokban elnyert forrásokból közel 2,5 milliárd forint értékben épültek külterületi utak a térségben. Korábban földúton lehetett közlekedni az Érpatakot Zsindelyes tanyával összekötő szakaszon. Az önkormányzat 2022-ben a vidékfejlesztési programban pályázott. A fejlesztésre az 5%-os önerő mellé 260 millió forintos támogatást kaptak. Lakosainknak is nagyon fontos, és úgy, hogy eljussunk Nagykárlóba is, egyfajta időtakarékosság, mert le tudjuk csapni, úgymond egy olyan 4-5 kilométert tudunk megspórolni, mire eljutunk Nagykárlóba innen Érpatakról. Meg igen fontos mezőgazdasági szempontból a gépeknek, az eszközöknek a kijuttatása a szántóföldekre, erdőkre a művelés szempontjából, és ipari területek is találhatók. Hűtőházak vannak kint a Zsindelyesen, napelemparkokat építenek, hoznak létre, amik meg vendégházak turisztikai szempontból is fontos, és hogy összekössük Érpatak belterületét a Zsindelyes tanyával. Az átadó ünnepségen elhangzott, a térségben a vidékfejlesztési programban kiért forrásból közel 2,5 milliárd forint értékben épültek külterületi utak. 13 programban több mint 2,5 milliárd forint értékű útfejlesztés valósult meg itt ebben a választókerületben. Emlékeim szerint mintegy 40 kilométer hosszan. Ez közelebb hozta a településeinket egymáshoz, mert a jó minőségi úton egy kicsit gyorsabban lehet haladni, nyilván betartva a szabályokat. Az átadó ünnepségen az is elhangzott, a vármegyei önkormányzat számára fontos a tanyavilág megőrzése, a tanyán élők életminőségének javítása. Ezek a vidékfejlesztési programból megvalósult utak, de az ott élőknek teljesen mindegy, hogy miből, topuszból vagy vidékfejlesztési programból valósulhat meg az út. Ez azt jelenti az ott élőknek, hogy maradjanak ott, sőt, fiatalok is költözenek oda, hogyha ez az életforma vonzó számukra, hiszen ez akár egy városi életminőségnél is jobb lehet, hiszen természeti életet jelent, nincsenek szennyező faktorok, és igazán boldog életet lehet érni a tanyán is, hogyha van infrastruktúra. Az elmúlt időszakban vidékfejlesztési programból mintegy 4500 kilométernyi külterületi közút épült hazánkban. Több mint 1700 önkormányzattal sikerült szerződéses viszonyt létesíteni, jó partneri kapcsolatot kialakítani, hogy mezőgazdasági vagy külterületi útjaikat tudják megújítani, vagy új utakat létesíteni, vízelvezető árkokat hozzárakni. Az 1700 önkormányzat valamivel több mint 4500 kilométernyi útfejlesztésre adott be pályázatot, valósították meg, mint ahogy a mai példa is mutatja. Ez nagyságrendileg 180 milliárd forint környékéből kerülhet elszámolásra és megvalósításra. A támogatásból 2,2 kilométer hosszan épült ki aszfaltozott útszakasz, Érpatak belterülete és a szomszédos Zsindelyes tanya között. Miután évek óta szép eredményeket értek el a különböző borversenyeken, felbátorodtak és megalapították Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye első borlovagrendjét. A Máté Szalkai és környéki borok szerelmeseit ünnepélyes keretek között a Nagykárolyi borlovagrend ütötte lovaggá, így hivatalosan is létrejött a Vörös Marti borlovagrend. Tehát
tárogató kísérettel vonult fel a Nagykároly és környéki Szent Orbán borlovagrend Máté Szalkán, mögöttük pedig Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye első leendő borlovagjai, akik hosszantartó összehangolt csapatmunka eredményeként jutottak el idáig. Stonavszki Tamás, a Máté Szalkai Vörösmarty kör elnöke azt mondta, az elmúlt években számos rangos elismerést zsebeltek be a környékbeli borászok, amelyre más borlovagrendek is felfigyeltek. A lovagokat általában a királynő szokta lovagra ütni, de most itt királynőt nem találtunk, úgyhogy egy másik borlovagrend lovagjai fogják ezt a lovaggá ütést ceremóniaként előadni. Méghozzá ez a Nagykároly és környéki Szent Borbála borlovagrend, akikkel már nagyon régóta tartjuk a jó kapcsolatot, kölcsönösen tanulunk egymástól, hát ők nagyon-nagyon nagy előnnyel kezdték hozzánk képest, és akkor, amikor már azt mondták, hogy hát ők is szeretnének velünk versenyezni, mert mindig vendégnék hívtuk őket, akkor mondtam, hogy de hát miért? Hát sokkal jobbak vagytok. Nem, most már mi is úgy érezzük, hogy a verseny az igazságos, mert nagyon jó borokat készítetek. Tehát ez a fajta fejlődés az ő tükrükben is viszont láttuk, és felbátorodtunk ezen is. Én fogadom, hogy a Vörösmarty borlovagrend hűséges és odaadó tagja leszek. Ezek pedig már az eskü szavai. Borlovagrendek Európában már a 12. században is voltak, amelyek abból a célból alakultak, hogy segítsék a borkultúra fejlesztését. A küldetésük ma is hasonló, borversenyeken való részvétel, borfesztiválok szervezése, valamint a szőlővel és borral kapcsolatos tudományos kutatások segítése. Nehéz volt a kezdet, mert nagyon sok olyan borok voltak, amelyek, vagy szőlők voltak, amelyekből nem igazán lett bort készíteni, direkt termők, ezekből mustot vagy fogyasztásra alkalmas, viszont az erjesztésekor magas a metilalkohol tartalma, és ezért ez káros. Úgyhogy ezeket inkább retro kategóriának hívjuk, mert nagyon sokáig ebből készítettek a helyiek bor. Tehát rengeteg ültetésre is sor került, és hát ezeknek a fajta jelleg. Megpróbáltuk ugye a talajhoz választani a szőlőt, illetve hát vannak közkedveltek. Vannak olyan jó szőlőfajták, amelyek egész magyar honban jól érzik szinte magukat, ilyen például a kék frankos. De általában a kék szőlők azok jobb kondícióban vannak, mint a fehérek. A fehérek azok sokkal jobban érzékenyek a talajra, a napfényre, csapadékra, időjárásra. A borlovaggá ütéshez borlovagi talár, saját nyaklánc, címer és zászló is járt, amelyeket ünnepélyes keretek között be is mutattak a közönségnek. Sportnapot tartottak a Máté Szalkai Mária kertje görögkatolikus óvodában, a délelőtt folyamán közel 200 gyermeket és 30 felnőttet, délután pedig 250 gyereket és felnőttet mozgattak meg. A kihívás napja alkalmából már 32 éve rendezik meg az egész napon át tartó különböző ügyességi vetélkedőket. Akadálypályával, közös tornával és különböző mozgásfejlesztő játékokkal vettek részt a kihívás napján a Mária kertje görögkatolikus óvodába járó gyerekek. A Challenge Day 1982-ben indult Kanadából, ahol két szomszédos város vezetői elhatározták, hogy egy egész napos verseny keretében döntik el, melyikük városa a sportosabb. Ez a játékos versengés kihívás napja néven hamar meghonosodott a nagyvilágban, majd 1991-ben Magyarországra is megérkezett. Örömömre szolgál, hogy a mai nap folyamán nagyon sok embert meg tudom mozgatni. A délelőtt folyamán körülbelül 200 gyermeket és 30 felnőttet, a délután folyamán pedig 250 gyereket és felnőttet. Az intézményben már 32 éve fogadják el a kihívást. Délelőtt az ovisok mellett a Móricz Zsigmond görögkatolikus és két tannyelvű általános iskola első osztályosai, valamint a görögkatolikus bölcsöde gyermekei és dolgozói tornáztak együtt. Jutalomként pedig gyümölcslevet és almát is kaptak. A programba a szülőket is igyekeztek bevonni.
reggel óvodánkba csak úgy jöhetnek be, ha megcsinálnak valamilyen feladatot vagy feladatsort, amit a kolléganők az óvoda előtti kis járdán csináltatnak a szülőkkel, és az idén most sajnos elmarad a torna bemutatónk, de helyébe, hogy kompenzáljuk a szülőket, elhívtuk a szülőket egy délutáni tornára, mozgásra, és ez lesz délután a családokkal együtt, aminek egyben közösségépítő ereje is van. A nap jelmondata egy görög mondás, mely szerint a mozgás sok mindenre orvosság, de nincs olyan gyógyszer, amely a mozgást helyettesíteni. Az óvodai program alapillére a keresztény nevelés mellett a mozgásfejlesztés és az egészséges életmódra nevelés. Két 15 ezer dollár összdíjazású férfi teniszversenyt rendeznek június 10-e és 24-e között Nyíregyházán. A Marsó Teniszcentrumban a 15 magyar versenyző mellett többek között Brazíliából, Uruguayból és Japánból érkező teniszezők is pályára lépnek. A több mint 500 előzetes nevező között a világrandista 451. helyén álló ukrán Oleksij Krutyik számít a legrangosabb teniszezőnek. A két legmagasabban jegyzett magyar férfi teniszező Marozsán Fábián és Fucsovics Márton játszik a Nyíregyházi centerpályán. Őket ezúttal nem láthatja a közönség, viszont több mint 500-an indulnak el az egymást követő két 15 ezer dollár összdíjazású ITF tornán. A szövetség a tavalyi hárommal szemben ebben az évben 8 ilyen kategóriájú versenyt rendez. Most van egy 15-20 olyan játékosunk, ilyen 17 és 20-21 év között, akinek nagyon-nagyon fontos az, hogy minél több hasonló versenyen tudjanak bekapcsolódni és megízlelni a profi tenisz világát. Tehát azt gondolom, hogy hosszú távon ezt a 8-as számot is még minimum a duplájára kell majd növelnünk. Ehhez az idei ez egy jó évkezdet, és az, hogy Nyíregyházan egymás után két verseny tud lenni, az azért is nagyon jó, mert akkor itt a főtáblákra ugye 4-4 wildcardot tudunk osztani, és úgy fogjuk elosztani, hogy 8 különböző játékosnak adunk lehetőséget a főtáblán játszani, és ezen kívül a 64-es selejtezőbe is meg biztos, hogy legalább 10-12 magyar játékos fogja tudni magát kipróbálni a profi tenisznek ebbe az első vonalú világában. A nyíregyházi nézők egy helyi játékosnak is szurkolhatnak a versenyen. Závadszky Milánnak, a Marsó Teniszcentrum játékosának tudunk szurkolni, a 6 főtáblás magyar játékos mellett. Őket kiegészíti még 10 magyar versenyző a kvalifikációs körökből, így körülbelül 14-16 játékosra lehet számítani, akinek a Nyíregyházi és remélem a megyei szurkolók fognak követni ezek elkövetkezendő két hétben. És Fajta Péter pedig címvédésre készül Nyíregyházán, ami bízom benne, hogy sikerülni is fog. A mezőny legnevesebb játékosa a világranglista 451. helyén álló ukrán Oleksij Krutyik. A teniszmaraton június 10-én indul hadsalakos pályán. Amennyiben az időjárás nem szól közbe, a döntőket 16-án és 23-án rendezik meg a Marsó Teniszcentrumban. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. 1920-ban ezen a napon írták alá a trianoni békeszerződést, ami meghatározta térségünk országainak új határait. Ennek következtében a történelmi Magyarország területe kétharmadával csökkent, és a lakosságnak több mint fele határain túlra került. Az évfordulóról kedden délelőtt Nyíregyházán emlékezett meg a vármegyeszékhely önkormányzata, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei önkormányzat és a kormányhivatal. Átadták Tisza-Eszlár vadonatúj helyi termelői piacát. Az önkormányzat a vidékfejlesztési programban elnyert 100 millió forintos támogatásból valósította meg a beruházást. Nagy István agrárminiszter az avató ünnepségen hangsúlyozta, az elmúlt 3 évben már 158 új vásárteret építettek vagy korszerűsítettek több mint 13 milliárd forintos értékben. Az eseményen elhangzott, a termelői piacok erősítik a helyi gazdákat, emellett komoly közösségerősítő és gazdaságfejlesztő hatásuk van. Két 15 ezer dollár összdíjazású férfi teniszversenyt rendeznek június 10-e és 24-e között Nyíregyházán. A Marsó Teniszcentrumban a 15 magyar versenyző mellett többek között Brazíliából, Uruguayból és Japánból érkező teniszezők is pályára lépnek. A több mint 500 előzetes nevező között a világranglista 451. helyén álló ukrán Oleksij Krutyik számít a legrangosabb teniszezőnek.
Június 4-én kedden a Kölcsei Televízió híradóját látták, friss hírműsorra legközelebb szerda este várjuk majd Önöket. Tartsanak velünk akkor is, viszontlátásra! Szerdán már a napsütésé lesz, a főszerep nyárias idő várható, csökken a füllettség és a csapadék hajlam. Záporok, zivatarok elszórtan legfeljebb a középső ország részben fordulhatnak elő. A hőmérséklet maximumai napközben 25 és 29 fok között alakulnak.